Kedves nézőink, ezúttal születésnapost köszöntök a kávéházban. Ráadásul egy olyan bajnokot, aki itt született Újpesten. Az élet persze sokfelé sodorta, bejárta a világot, de mindig szívesen jön szülőhazájába. A stúdióban a 65 éves ökölvívó olimpiai bajnok Gedő György. Nagy-nagy szeretettel köszöntelek, végre be tudtalak cserkészni, mással nem kezdhetem a beszélgetést, azt mondom, hogy nagyon boldog születésnapot, és megkérdezem, úgy ezt tegezhetlek az Gyuri bácsi. Azt hiszem, hogy a felkérés az természetszerű volt, hiszen teljesen nagyszerű sportember volt, amit tiszteltem és becsültem mindig, és mindegyis sportemberrel, aki a magyar színekért kellőképpen kiáll, és a világba beviszi a magyarságot, ami nagyon fontos a mai világban. Ez volt a dicséret, de mivel nem rólam szól a műsor, hanem rólad, ezért beszélgessünk inkább Gedő Györgyről. 65 év, az sok minden belefért. Újpesten születtél, tehát nem kérdezem meg, hogy mi a kapcsolatod Újpesttel, de azért az engem érdekelne, hogy milyen családból származol, hol születtél, hol jártál iskolába, milyen volt az a bizonyos Gedő család 61 néhány évvel ezelőtt. Igen. Hát azt hiszem, hogy Karácsonyig tudnánk erről beszélni, de úgy röviden megpróbálom összefoglalni a lényegét. Én most olvastam az újságban, hogy van kötődésem van Újpesthez. Hát itt születtem, bocsánat, gyerek a Megyeri úton. Én nagyon, hogy is mondjam, csak közel állt hozzám, és én amikor az édesanyám megbetegedett 1952-ben, tüdejét messzesítették, hiszen a Belenézjárban dolgozott, és mi egy nagyon szép helyen laktunk a 11 kerületben, a Hinfi utcában. Vidékre kellett költözni orvosi javaslatra, és az édesanyám ott tudott helyre rázódni egészségügyi szempontból. Én Békéscsabán töltöttem a tanulmányomat, iskolai végzettségemet is ott szereztem, sőt a szakmámat is, mint hegesztő, és nem kovács. Nem. Tehát, és az első utam Újpest volt, jobban hozzá a 13. kerületben a hajógyárban dolgoztam, mint minőségi hegesztő. És abban az időben, 1964-től 67-ig én nagyon sok pénzt kerestem. De hát én voltam a családfenntartó, hiszen a 56-os eseményeket Békéscsabán éltem meg, ahol hát ugye öten voltunk testvérek a családban. Én egy nagypolgári közép rétegű családból származom. Az édesanyám az a világ egyik legnagyobb pedagógusa volt, és mindent megtanított nekünk, ami valójában az élethez feltétlenül fontos volt és szükséges volt. És én jogot szerettem volna tanulni a tanulmányim befejezésével, csak sajnos, mivel az én apám maszek volt, és hát ugye a 56-os események után ugye mindenkitől elvették és tönkretették a maszekokat, hát ugye az édesapámat a forgácsó gyárba, Lembékéscsabán, onnan a mentő vitte el, megszakadt a munkába, az emelésbe, hiszen mondom, öten voltunk otthon gyerekek. Nekem mindenem megvolt, soha nem volt hiányom semmibe, nem tudtunk helyreállni. Aztán utána kénytelen voltam a békéscsabai utca gyermekei között nevelkedni. Na, erről beszélgessünk először is. Ugye, amit mondtad, hogy maszek volt édesapád, ma maszekokat úgy hívják, hogy vállalkozó. Igen. A különben ebben semmi igen. Probléma nincsen. Akkor volt sajnos egy probléma. Igen, csak amikor valami már van a hátteredben, és azt elveszik, az nem akkor azért nem is mentem, én folyamodtam sehova, hogy nekünk át. Te Gyuri? Igen. Tehát azt mondod, hogy az utca gyerekek általában, én most jó értelemben mondom, akár a Pál utcai fiúkra is igen. Gondolhatok. Általában az utca gyerekek azok nem bemennek egy terembe, hanem mindenki focizni akar. Így igaz. Ugye, ezt az jól gondolom. De sok ablakot berúgtunk. Ó, ne tudd meg. És mindig futni kellett, de a labdát soha nem kaptuk vissza. Hát akkor a nagy dolog volt, ha valakinek volt egy labdája. Csehszlovákiában kaptunk egy ilyen labda, foci utánzat, kis kemény sárga gumi labdát. És abban fociztuk, és mindig berúgtuk a közeli ablakokat, a redőnyök le voltak keresztve, és ott tudni kell, hogy az árukba is ugye bekerült, és a csőbe bekerült a labdát, nem győztük kiszedni. De na, és ugye ez volt a mi hétköznapi játékunk, az iskola után természetesen, és hát utána ugye mi volt, vége volt a focinak, akkor ment a verekedés, mert ugye nem egyeztünk. Ment a verekedés, de nem volt egy nehéz súlyú ember. Hát itt beszélgettünk, mielőtt elkezdtük ezt a rövidke kis interjút, igen. Hogy 48 kilóban lettél olimpiai bajnok, de majd erről beszélünk.
Hogy kerül egy elnézést kérek a fogalmazásért egy semmi súlyú gyerek be a ökölvívó terembe? Hát ne haragudj, én rád nézek, és 48 kilós gyerek, igen. Én vagyok 70, hát elfújlak, az viszontlátásra. Igen. Miért lettél te boxoló? Most valamivel több vagyok. El fogom neked mondani, nagyon érdekes dolog. Hogy tudtam mozdulni a súlyomat? Én nagyon sokat fogyasztottam. Volt, amikor csak bárányt tehettünk, felhőt. Tehát nem lehetett mit tenni, mert hozni kellett a súlyodat. Na most én 56-ban ismerkedtem meg az ökölvívó sporttal, mindössze 7 éves voltam. Belőttek a terembe, hasra estem ott az ökölvívó terembe, lent Békéscsabai építőkerületre, és oda jött hozzám egy úriember, és Kocsia Jánosnak hívták, és azt mondta, mi van fiam, azt mondta, akkor ismerkedni az ökölvívó sporttal. Hát mondom, szeretném, úgy vonogattam magamat, hát szóval ülj le és nézelődjél. És úgy mellettem a padon volt egy csomó boxkesztyű, és fölvettem az egyiket, és így próbálgattam, meg beúztam, mondom, micsoda jó dolog, és megnéztem egy olyan srácot, közel hasonszörű magas srác volt, és mondom, te mondom, nem akarsz egy kicsit bunyót? Dehogy nem, gyere! Úgy megvert, mikor hazamentem, bekopogtam az édesem, megkérdezte, kit keresek. Szóval borzalmas volt, és nagyon szégyeltem magamat, az iskolában is csúfoltak, hogy nézel ki, meg minden. És általában ugye, hát én nem egy dromedár nagy darab gyerek voltam, egy kis alacsony, nem a mennyiség, mindig azt mondtam, hanem a minőség számít. És ugye mindig engem akartak az utcán is megverni. Igen, ám csak amikor én visszamentem az ökölvívó edzőterembe, akkor odajött hozzám a Pinke János, szintén edző, és a Kocsia János, Jani bácsi, és mondják, hát azt, hogy a fiam, azt nem gondoltuk, hogy még egyszer lejött edzésre, de mondom, azért jöttem le, mert ezt a sportágot meg akarom tanulni. Hát nem sikerült rosszul, nem sikerült rosszul. Ezzel kezdődött az én ökölvívó sporttal való ismerettségem. Hát ez igen, 58 évvel ezelőtt volt. Hány évet voltál Békés Csabán? Hány évet, mert ugye aztán utána budapesti sportról lettél. Igen, 1952-től 64-ig. 1964-ig. Tehát mondom, az iskolai tanulmányomat ott végeztem. És akkor valahol az emberek is úgy voltak, tehát a polgárok is úgy voltak, hogy különböző, nagyon sok például szlovák, tót, német, szerb, roma származású magyarok, tehát vegyes összetétel volt, egy értékálló példa, vagy példaértékű az, hogy több kisebbségi mennyire összetudott fogni, és mennyire összetudott tartani. Ez egy csodálatos dolog volt. Amikor Békés Csabáról feljöttél, tehát voltál az iskolát elvégezted. 15 éves, igen. Akkor azért jöttél fel, a sport miatt jöttél fel, a munka miatt jöttél fel, vagy mert fel akartál jönni, vissza akartál jönni Budapestre, a fővárosba? Hadd mondjam azt, hogy ahogy nő az ember, tehát egy kisváros ki tud nőni. Nem találtuk a helyünket. És a bátyám már fönt volt Budapesten, és én ide visszajöttem, én is visszajöttem. Én nem találtam ott a helyemetlen Békés Csabán, és én úgy éreztem, hogy a családnak együtt kell lenni, hiszen az édesanyámtól azt tanultam, hogy mi borzalmas a családfenszűsek voltunk mindig, hogy összetartsunk. Tehát a család mindig, és nagyon sok, tehát az 56-os eseményeket is, meg a káromlott kilakoltatást, kirablást, lerablást, teljesen mindegy, minek mondom, szabadságharc idején. Ugye mégis összetartottunk, és valahol tudtunk egy szintet tartani, egy színvonalat. És akkor a színvonalat meg akartátok akkor is tartani, mint a sportolóként is, te mindig meg akartad tartani azt a bizonyos színvonalat. Én akkor már próbáltak, mint kisrác, ugye próbáltak mindig a csapatba, az utcai gyerekek közül mindig engem akartak megverni. És ez nem jött össze, mert én akkor már jártam le edzésre, és ütéseket kivittem, és mondom na, és mindig csak pofont adtam. Fölkerültél Budapestre, papírsúlyban, ugye a magyar pamuthoz, ez egy jó érdekes papírsúlyú versenyző, a magyar pamuthoz, aztán rövid úton, egy-két éven belül a Vasasnak lettél a versenyzője, hát ugye pontosan tudjuk, hogy Szomszédvár, Újpest és Angyalföld, hát a Vasasba aztán elindultál fölfelé. Gabikám, annyiból csak talán kijavítalak, hogy én a magyar hajósdagyárba kezdtem dolgozni. Ez a hajóval kapcsolatos dolog, ez engem végigkísért, mert aztán a flottilához kerültem, a mindegy, arra majd később. De a lényeg az, hogy az északi szökötő hídról ugráltunk be mindig a Dunába.
abban az időben. És hajógyárban dolgoztam, és minőségi egesztő voltam, én nagyon sok pénzt kerestem abban az időben. 1965-67-ig dolgoztam a hajógyárban, és 17-18 ezer forintot kerestem, ami annyit jelent, hogy egy sarokházat megtudtam. Közben ugye kiderült az, hogy van nekem egy közeli honfitársam, akit úgy hívnak, hogy Ádler Zsigmond, a Vasasport Egyesületnek volt az edzője, és Szalai László. És én így kerültem a Vasasba, a kékfényre volt festve a leelúton a kerítés, ez a Halom köz volt a Fáj utcában, és én így kerültem oda, a Rusorán Titi volt a legelső konyhafőnök, aki nagyon jó pacal tudott főzni. Neked 48 kg-osan a pacal, az az érdekes dolog. Hát a Vasasba aztán, ugye ahogy mondod, ott nem volt mese. Dolgoztál, vagy profi ökölvívó voltál? Én dolgoztam is, és ökölvi voltam, nem voltam profi. Hát a profit azt értjük, igen, túl, igen, pontosan tudjuk, hogy mire gondolom. Voltam profi, hogy én amikor 67-ben leigazoltam a Vasas Sport Egyesületbe, akkor nekem szóval jöttek a versenyek, és engem elindultak a versenyen, holott nem volt technikai minimum vizsgám. Ami annyit jelent, hogy a szorítóban csak az lépett be, akinek vizsgálja van, tehát levizsgázott. Én megvertem a magyar bajnokot, mindenkit összetörtem, mindenkit legyőztem, megvertem, és egyszer volt a Gabi bácsi, sose felejtem el, aki jött oda, és azt mondta, hogy hát édes Gyurikám, azt mondja, gyere, üljünk már a jégszínházba, üljünk már, és próbáld azt mondja, próbáljunk kicsit beszélgetni, hogy be tudjam nyomni ezt a bélyegzőt, hogy te versenyző is vagy, hiszen már mindenkit legyőztem, mindenkit megvertem. Hát így kerültem, a Koncz Bandi bácsi volt ez a kis idős bácsi, sose felejtem el. És ugye hát innentől kezdve aztán így kerültem ki a 1968-as mexikói olimpiára, mert én egy nemzetközi versenyt is megnyertem, a Honvéd kupát, egy Sziklay Sándor emlékverseny. Már Mexikóban az olimpián voltál? Már 68-ban kint voltam a mexikói olimpián. Utána négy olimpián voltam még. Az érdekes. Tehát jobban mondva a 68-as olimpiával együtt. Az összes embetűsen, ugye a 68-ban Mexikó olimpia, aztán 72 a München olimpia, 76 a Montreal, és a 80-as a Moszkva olimpia. Hát mondjuk nem csak ebből viszem a prímet, hogy én négy olimpián vettem részt, mint versenyző, de mind a négy olimpiára fel tudtam volna készülni, ha 1972-ben, ugye még ha megnyertem az olimpiát, én tovább dolgoztam és készültem, mert akkor már úgy volt, hogy a kubai világbajnokságra kell készülni. 1973-ban megsérült az illetőt, egy csontdarab az ujjamról. És akkor a Balogh főorvos úr, aki a sportkórház igazgató főorvosa volt, azt mondta, Gyurikám, neked nem erre kell készülni. Neked nem az Európa-bajnokságra készülni. Hát ugye már akkor én kétszeres Európa-bajnok. Akkor már Európa-bajnok volt. 1969-ben történelem volt, ugye a Végszínház volt kint a Bukarest nagyszínházba, zsúfolásig tele volt, és adtak nekünk egy műsort, a Végszínház. Básti Ferenc énekelt, a hazám, hazám, te mindenem. Mindenki sírt. Az Orbán Lacival akkor lettünk Európa-bajnokok. Én egy román versenyt vertem meg, akkor, amikor a Ceausescu jogarral és a koronával, a fején és a pásttal, ugye hát ez egy nagyon nagy dolog volt. Zsúfolásig volt magyarra, és ott mindenki sírt, és nagyon boldogok voltunk, hogy elindult egy olyan folyamat, amikor a tudás érvényre jut. Kezd érvényre jutni. Hát aztán ez bebizonyosodott, 71-es. Hát ne ugráljunk ennyit, igen, előre, illetve nem is a mexikói olimpiáról, nem 68-as, a 68-as. Ott voltál, tanultál. Igen, megsérültem, fölrepett a személyem, és egy csehszlovák versenyzővel kerültem volna össze, és tudni kell, hogy volt egy nemzetközi bíró, aki a bíróbizottság elnöke volt, ez a Liszowski nevezett úriember, aki látta azt, hogy az ő versenyzőt biztos megvertem volna. Uh-huh. Tehát egy picit megpattant, még akkor nem volt annyi rutinom, hogy én eltöröljem, vagy edzés közben, vagy elforduljak, és a bíró ne lássa, esetleg ne lássa, vagy ne vegye észre. És nem engedtek tovább. És nem engedte tovább a mérkőzést. Tehát emiatt én nem tudtam tovább jutni, de leültem a szorító sarkába kint a Mexikó olimpián, és néztem az ellenfeleket, és fölmértem, és tanultam. Tehát volt négy éved a tanulásra, ugye hát négy évenként hát van olimpia. Hát kemény felkészülés is volt, mert utána edzőtáborok egymás után, és éppen itt, amikor az imént beszéltem az egyik kollégáddal, hogy a természet imádom, ma is kijárok, és a szabadság ilyen töltetem tulajdonképpen a fiatal éveimet, mert hiszen nagyon sokat voltam, meg Tatán, ahol nagyon nagy barátokat tettem szert, ugye mint Kozma Pisti, nem menjünk messzire, Varga Jani,
Hát ugye jól néztetek ki egymás mellett a Kozmával, a 140 kilós Kozma és te. Szeretem, mert nagyszerűen mondom, vigyázz, mert mondom, benyomok egyet. Mindig kérdeztem tőle, mondom, te mondom, ne arra, hogy tudsz kártyázni. Persze, azt mondom, Olne állsz, többet nem állsz. Mondtam neki. Gyuri, fiú volt, nagyon szerettem. Lehet, hogy most a mosoly egy picit eltűnik az arcunkról, bár olimpiai bajnokságot Münchenben nyertél, igen, de azt tudjuk, hogy óriási tragédia történt a müncheni olimpián. Igen. És azt is tudom, hogy nem sokon múlott, hogy itt ülünk, hogy ne tudjunk egymással szembeülni most sok-sok évvel később. Igen, elmondanád, igaz, vagy ez nagyon nehéz? Hát először nagyon nehéz, másodszor pedig azt hiszem, hogy egy olyan, én azt hiszem, hogy annak köszönhetem, egy olyan imaginárius erőt kaptam az örökkévalótól, amivel jól gazdálkodtam, ami annyit jelent, hogy egy plusz erő, amivel meg tudtam az olimpiát nyerni, éppen azért a gyász miatt, ami ott tulajdonképpen történt, és a 100. Magyar Olimpia Bajnok aranyérmet Everett Brand is az Olimpiai Bizottság elnöke adta a nyakamba. Tehát ez volt az első mérkőzés, akkor azt mondták, hogy amennyiben folytatjuk az olimpiát, ott robbantani fognak. Én 5 percet késtem, mert az Adler Zsiga bácsi valaki, a nevelő apám és edzőm volt, akinek nagyon sokat köszönhetek az életemet, a jelenemet, a múltamat, a jövőmet, a szakmai tudásomat, ami a 55 év alatt össze tudtam gyűjteni. Szeretném értékesíteni önmagam, most már önmagam kezdeményezésével. Nagyon sok edzőteremben lejárok, és én innentől kezdve kezdtem építeni fölfele az én életemet, az én pályafutásomat, az én a sportban való alázatomat. Gyuri, nem akarlok visszavezetni szálakat, igen, de ezt az 5 percet magyarázd el, mert én már tudom, hogy mi ez az 5 perc, de a kedves nézők biztos, hogy nem tudhatják, hogy mennyit jelentett az életedben ez a bizonyos 5 perc. Egy edzés végén mentem vissza a szálláshelyünkre, és én közben szomjas voltam, és bementem, ittam egy teját a mi éttermünkbe, ahol is ugye kicsit elidőztem, az ottani barátokkal, meg az ottani sportásokkal beszélgettünk, és csak lövésre kaptuk fel a fejünket, és kiszaladtunk az utcákba. És velünk az izraeli sportolók közvetlen velünk szemben laktak, egy olyan 45 méterese voltak, és hát kiderült az, hogy a palesztin fekete szeptember elnézésű terrorcsoport betört az izraeli sportolókhoz, és ott mindjárt 2 versenyt agyonlőttek. 9 maradt, akiket túszként vittek a Fürstenfeldi repülőtérre, mert nem tudtak egyezkedtek, és nem tudtak megegyezni, de a végén aztán adtak egy. És még mindig reménykedtünk, hogy meg fognak tudni menekülni. Itt lett felfüggesztve az olimpiai versenyzés, és ekkor Everett Brand is közölte, hogy bárpedig az olimpiát folytatjuk. Ez egy nagyon nagy szó volt. És én mondom, ezzel az én plusz fájdalmammal együtt, és részvételmel együtt, az izraeli sportolók részvételével együtt, olyan ökölvívást mutattam be, ahol a világon még sehol nem láttam. Hála Istennek! És akkor következett még sok-sok év. Ugye München után következett Montreal, aztán Moszkva. Igen. Mindenhova, én úgy emlékszem, hiszen elég öreg ember vagyok már, és imádom a sportot, és nem csak a pingpongot figyeltem, hanem azért minden másfajta sportágban is nagyjából otthon voltam, hogy azt mondták, hogy a Gedó azért mindig úgy utazik ki egy versenyre, hogy esélyes. Mi történt ezen a 2 olimpián? Hát a következő, nem tudom, hogy az ökjó sportról el kell mondani, mi, ez egy úri sport. Tehát, hogy utána nézel, ha utána nézel, bizony, hát ez 3000 éve visszamedősen Ifitos görög király mondta azt, hogy elnézést, hát ne gyilkoljuk egymást, emberek, hanem a sportban vetélkedjünk. Hát így alakult meg az olimpia. És maga az ökjó sportág ugye az
a 23. olimpián jelentkezett először, és akkor babérkoszorúkkal voltunk ellátva, tehát az olimpia bajnokok. Nekem sokkal nehezebb problémám volt, mert én valahol azt vettem észre, hogy nagyon sokat dolgoztam. Tehát ezt nem kívánom senkinek, hogy én saját magamat, mint egy szadista tettem azzá, hogy én olyan eredményeket tudtam elérni, amiket elértem, mert 597 mérkőzésem volt, ebből csak 10 vereségem volt, és egy döntetlen mérkőzésem, 586 mérkőzést elvileg megnyertem, 57 kiütésre győzelmem volt, nagyon erős voltam az én súlycsoportomban, és ha valakit megütöttem, az nem kért többet belőle. Tehát én azt hiszem, hogy ezzel tudtunk betörni a világ élvonalába, és mint egy húzóerő voltam, hiszen ugye a két Európa-bajnokságban föl gerjesztett arra, hogy a 72-es olimpián ott kell, hogy legyek. Uh-huh. Tehát ezt úgy tudtam megnyerni, hogy 5 ellenfelet sikerült megvernem, és a döntő mérkődésem az, amire majd vissza fogunk térni. Tehát tulajdonképpen ezek az olimpiákon, ahol én részt vettem, az egyik az volt, hogy 1968-ban én túl fiatal voltam, 18 éves voltam, amikor én kijutottam. Tehát nem volt rutinom, nem volt tapasztalatom, kevés volt az, amiben én helyt tudtam volna állni. Münchent megnyerted? A Münchent azt megnyertem. És utána jött még 2 darab olimpia, ami azt mondom, hogy hát a korod miatt, vagy a korod okán, igen, hát akkor voltál a legerősebb. Való így az. És amire megmondom őszintén, majd a végén elmondom azt, hogy ez miért volt. 73-ban, ugye júliusban született a fiam, a nagyfiam, aki most már 40 éves, 1973-ban. Ugye a János bácsi Balogh főorvos közölte, hogy Gyurikám, nem erre kell készülni, a világbajnokságra, 71-es kubai világbajnokságra. 73. novemberében bilincsbe vertek, Dózsa Győrt nem vitték, ugye, mint ahogy engem elvittek a seregbe. Kemény kettő évet lenyomadtak velem. Hiába mondtam én azt, hogy uraim, én több eredményt és több nagyobb sikert hozok ennek az országnak, ha én sportolok, és most nagyon jó állapotban vagyok. Hát én nekem nem volt ilyen bukósokom, hát én nekem bukósokom van a Berlin falat, én bontom le. Már akkor. Tehát én nekem ilyesmi nem volt, meg nem egy érintős bunyót játszottunk, hanem azt a tiszta gladiátor ökölvívást, az a kesztyűkézzel bántunk egymással, tehát úri módon. Tehát ebben a sportágban nincsen hátsó gondolat, meg nincsen semmiféle olyan rossz indulatság, hanem győzön a jobbik. Uh-huh. Nos, 73. novemberében sereg, hazafias kötelesség, ugye hát egyedül én voltam a Honvéd Sportegyesületnek, volt ez a Sziklai Sándor nemzetközi mérkődése, amit egyedül én nyertem meg 8-szor. És amikor a tábornok úr, a Piros Palinos úr odajött és átadta az első díjnak járó serleget, jobban egy ilyen vázát, egyszálvirágos vázát. Én megfordultam, és az aljára oda volt írva 89 forint. Hát mondom, nagyon szépen köszönöm, az Ubik Pistának, aki második lett, annak adtam oda, és lejatoltam vele. De hát ekkor nem az volt az érdekes, sosem, hogy én mit kapok ezért. Értem. Hanem imádtam és szeretem azt. Tehát mondhatjuk azt, hogy nem igazán tudtál felkészülni akkor ezek szerint a Montreára. Hát egyáltalán nem tudtam felkészülni. És Moszkva? De egyre nagyon büszke vagyok, hogy nem tört ki a háború. És Moszkva? Moszkvára már nagyon már, kevés volt. Már kevés volt. Aha. Nagyon kevés volt. Egyedül voltam, már a drága Zsiga bácsi nem tudott velem jönni, aki mindig mellettem volt, hát 1969 a vizesvödőrbe belépett, olyan ideges volt. Tehát ő már nem tudott kijönni velem, a versenyekre nem tudott ott lenni. És én akkor már az edzői munkát elkezdtem a Vasasban, 100 versenyzőm volt a Fáy utcában. Olyan srácai voltak, olyan kemény, nimbruszú és nagyon tehetséges, nagyon jó mozgású, hiszen én mindig úgy fogalmaztam, hogy az ökölvívó sporták nem más, mint az idegenek és az izmoknak egy nagy játéka. A magyar mozgás kultúra, ezt nem tanítják sehol, nem ismerik, nem tudják. Gyurika, bocsánat, hogy így mondom, de egymás igen, között ez a megszólítás. Hábor, kedves igen, nézők, nyugodt, elnézést kérek, igen, de hát ez így előjön ilyenkor. Igen. Abba hagytad, visszavonultál Moszkva után, a sporttól természetesen nem szakadtál, mint mondtad, a Vasasban
edző voltál, sőt, mi több, nem is akármilyen edző, vezetőedző voltál. Mellette ugye pontosan tudom, hogy még vendéglátóztál is, volt egy kis... Utána később. De hát én, hogy mondjam el azt neked, hogy én sosem ültem a szorító sargába, hogyha nem voltál tevőlegesen a szorító sarkában, és nem mondtad így azt, igaz. hogy most jobb egyenes balhorog, lépjél vissza. Ez, hát az első mozdulatom volt, ami beívódott a magyar ökő sportba. Onnantól kezdve soha nem ült le senki, nem engedték, hogy leüljenek, mert azt mondták, hogy íme. Hát uh-huh. Tehát ott van a Gedő György, aki soha nem ült le, és még jóforma nem is volt verítékes homlokon. Igen. Tehát innentől kezdve a magyar ökívók soha nem ültek le. Nem volt leülés. Ennek két fontos dolga volt. Az egyik az, hogy melegen tartottuk a súlyunkat. Te Gyuri, álltunk, igen, ezt a másik értem. Meg pszichikai hatás volt az ellenfél. Az ellenfél felé. Hogy de nem. Azt szeretném kérdezni, ugye az előbb azt mondtam, hogy nem ültél a sarokba, és... De azt láttam, hogy te sokszor beszélsz az edzőnek, aki ott van kívül a sarokban. Magyarul én azért mondtam azt, hogy te mondtad, hogy most nem kéne egy más valami. Ezt jól láttam, én azt gondolom, ugye? Igen, hát az egyéni sportban, főleg az ökő sportban, de általában az egyéni sportban, a technikai sportokban, mert mindig azt mondták, hogy nehéz atléti, de hogy nehéz, sosem volt. Technikai sport volt, mindig az ökővás, a birkózás is. De hát mi nagyon sokat köszönhetünk a birkózó sportnak, azért vannak nagy barátaim, és voltak nagy barátaim a birkózó sportban, mert 1920-ban, ha odaig most gyorsan elszaladunk, a birkózó sport fölvette az ökövő sportot is a napirendjére, tehát együtt voltunk a birkózókkal. Uh-huh. És 1925-ben alakult meg önállóan, akkor lett önállóan az ökövő sport, ökövő szakosztály, jobban mondva uh-huh. az ökövő szövetség alakult meg 1925-ben. Uh-huh. Na hát én visszatérve, hogy mit beszélgettünk, általában a szakmai munkák, de volt olyan is, amikor azt mondta a Zsiga bácsi, ide figyelj, drága fiam, amikor a legelőször Szegeden megnyertem egy ilyen hazai versenyt, hát ez felnőtt verseny volt, és fiatalon bedobtak a mély vízbe, a Dom mögött volt egy nacionális sportcsarnok, és ott volt ez a mérkőzés, amikor a Zsiga bácsi egy kötőtűt megfogott, és azt mondta, ide figyelj, ha nem nyered meg ezt a mérkőzést, azt belenyom a fenekedbe. Úgyhogy én nagyon tartottam és féltem, de előtte, amikor ott sétáltunk Szegeden, azt mondta, látod ezt a nagy kerítést? Azt mondta, tudod mi ez? Mondom, nem. Ez a szegedi csillagbörtön. És ha itt nem nyersz Szegeden, akkor leadlak. Úgyhogy tündéri volt, egy nagyszerű pszichológus volt, egy nagyszerű pedagógus volt, és én így tanítottam, és így neveltem a gyerekeimet, a tanítványomat, a bajnokaimat, és sajnos rá is mentem Egerbe, ahol olyan sérülést szenvedtem, megsérült a gerinc velőm. Egy baleset folytán. Igen, a tolókocsiba kerültem, és még egy trauma, hogy meghalt a feleségem. Két gyermekem, egy kislányom és egy kisfiam maradt rám, 4,5-5 évesek, akiket tisztességes becsülettel fel tudtam nevelni. Gyuri, hát persze, hogy felnevelted tisztességgel és becsülettel, mert aki ismert téged, és elég régen ismerlek, az tudjuk, hogy ez a kisember, ugyan most néhány deka van rajtad, ez kőkemény pali volt örök életében. Engem leskalpolnak az ökölvívó, vagy akár a sporttársaim is, hogyha nem beszélgetünk arról a bizonyosról, amit te tettél a magyar sportolókért, a magyar ökölvívókért. Ezt úgy vezetem föl, és sajnos mivel a 65 év az legalább lehetne egy ilyen kétszer 80 perces beszélgetés is, de hát ugye minden nem fér bele, de ezt nem, ezen nem ugorhatok át. Hősök tere. Igen. Egy cipős doboz. Igen. És Gedő György leült egy sámlira. Igen. Kinek jutott az eszébe ilyesmi? Gedő Györgynek. Gedő Györgynek, kedves nézők, az jutott eszébe, hogy meg kell menteni a nemzet sportolóit, azokat a sportolókat, akik visszavonulások után leszépítsük a dolgot, kisebb-nagyobb bajba kerültek, egzisztenciális bajba kerültek. Röviden mondd el, hogy mit találtál ki. Az az igazság, hogy kezembe került egy olyan könyv, amiben olimpia bajnokokat írnak le, a helyzetük, a körülményük, és meg kell ezt nézni, el kell olvasni ezt a könyvet.
És abban nagyon kemény olimpia bajnokoknak a sorsait tudtam mérlegelni, és fölkaptam a vizet, és azt mondtam, hogy igenis, fiatal ki a jövő, a demagógiából elég volt, nem akarok a politikába emlni, soha nem érdekelt a politika, de a demagógiából elég volt, a fiatalok teremtsék meg az élet jövőjét. Ők irányítsák a sorsukat, de úgy, hogy partnerok legyenek, mert ha valakinek nincs múltja, nem lett jövője. És ez a mondás, ez a gondolat vezérelt engem akkor arra, hogy igenis megérdemeljük azt a megbecsülést, amit a világban mi elvittünk magyarok, és akárhova, akár Romániába elmentem, és ott egy nagy csintevést hajtottunk végre, és a románok, magyarjaink, ugye, hogy a trianoni lecsatolások, azzal együtt örültünk és boldog volt, és összeelőttük egymást, de bárhol a világon, ahol én megfordultam, New Yorktól kezdve, Pittsburghig, a világ Angliától kezdve, mindenhol találkoztam a magyarokkal, hogy vagytok magyarok, mi van veletek? Közbevágok, Gyuri, közbevágok, igen? Mert nem fogod elmondani azt, hogy miért ültél le, illetve mit csináltál a Hősök terén? Igen, én azért ültem oda le, hogy felhívjam a figyelmet a kormányváltás előkészítésére, és akkor a parlamentnek, hogy van itt egy olyan érték, amit meg kell becsülni. Minden magyar értéket meg kell becsülni ebben az országban, a tudást. És ez nagyon fontos dolog. És egy olyan újság, ami külföldre is delegálta a sajtóját, a képes újságba főcímként megjelent, amit bevittek a parlamentbe, és egyhangulag megszavazták az olimpia bajnokok életjáradékát, ami egy nagyon nagy dolog, és nagyon szépen megköszönöm én is, és akkor felálltam, hiszen Konya Imre belügyminiszter jelentette ezt be, hogy a mai naptól kezdve 50 ezer forintot kapnak az olimpia bajnokok, és én akkor felálltam, és azt mondtam, hogy nem kell mindenkiért megköszönnöm, én megköszönöm saját magam, és mindenki megköszöni az olimpia bajnokok, de én szeretném, hogyha a helyzetek is megkapnák ezt, és az özvegyek, és akkor majdnem megvertek az olimpia bajnok társaim. Kedves nézőink, mivel a Gyuri nem fogja elmondani azt, hogy mit csinált, én gyorsan, röviden összefoglalom. Kiment a Hősök terére, leült egy kis sámlira, elővette egy cipősdobozt, és azt mondta, hogy most akár cipőt is pucolhat azért, hogy megéljenek, megmutassa azt, hogy milyen bajba kerülhetnek azok a nagybajnokok, akik alól, ha nem is csúszik ki a talaj, de kicsúszik az állam. Na most, ott még volt egy mondat, egyetlen egy kérdés, és sok helyen ez megjelent szalagcímekben, hogy Gedő György árulja, eladja az olimpiai bajnoki aranyérmét. Nyugtass meg minket, megvan az az aranyérem, ugye Gyuri? Kár, hogy nem hoztam el, mert ez egy rossz időság volt a mai napig is. Hát miért adtam volna el? Majd adják el a gyerekeim, hogyha szükség lesz rá, de szerintem ők is úgy vannak nevelve, hogy nem fogják eladni. Hiszen ez az az érték, ami nem csak az enyém, hanem én azt megosztottam az országgal, Magyarországgal. Függetlenül attól, hogy vannak az országban jó emberek és vannak az emberek. Tehát én nem teszek különbséget. Tisztességes állampolgárnak tartom magam, magyarnak tartom magam, és itt élek, és itt születtem. És én boldog vagyok, hogy a tanítványaim, akik megtanulták az ökológiai sporták fortéjait tőlem, amit én is tanultam, azt át tudtam adni, és át fogom tudni még adni, nem fognak el falulni, és nem lefele kell, amit mindig mondtam, hogy nem lefele kell építkezni, hanem fölfele, és felejtsük ezt a bukósakot, meg ezt az egyérintős bunyót, mert ez nem a miénk, nem a magyar ökológiai sport. Mi nekünk abba kell dolgozni, és abba kell közösen, még ha egy olyan emberrel is, akinek az ég ad egy világon, köze nincs a sporthoz, egy háztömkő versenyt nem nyert, még akkor is el kell fogadni, és azt mondani, hogy valami, talán valami lehet, hogy jó benned, de jobb, hogyha nem szólt semmit. Hagyd a szakemberekre, azokra az emberekre, akik ismerik meg, tudják a sportágat. Ennél jobb végszót, végmondatokat nem is tudtam volna mondani. Én megígérem neked, és kedves közönségnek is, hogy lesz ennek a beszélgetésnek folytatása, mert sok minden szorult belénk, szorult Gyuriba is. Azt kívánom neked az elkövetkezendő 65 évre, hogy legyél ilyen makacs, maradj ugyanilyen ember, és soha ne felejtsd el, hogy olimpiai bajnok vagy, mert mi nagyon szeretünk téged. Köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm én is.